Magyar tündérmesék. Hercegnő a palackban. Egyszer réges-régen a Német Birodalomban élt egy kedves hercegnő, akit Adélnak hívtak. Adél fülig szerelmes volt Johann hercegbe, ezért úgy döntött, beszél apjával, Stefán királlyal. Apám! Johann herceg megkérte a kezemet. Hát nem csodálatos? Mi? Johann? De miért? Mert kedves, aranyos, és... Olyanhoz menj, aki méltó hozzád, Adél, mint Werner herceg, aki erős és... Durva és neveletlen! Apám, nem megyek senki máshoz a világon, csak Johannhoz! Adél és Stefán király is makacs volt. Az uralkodó hamar kijött a sodrából. Elég! A király kiment Adéllel a kertbe, a gyönyörű szökőkúthoz, aminek a tetején egy üveggömb fürdött a napfényben. Apám! Varázsgömb! Tedd meg, mit kérek! Őrizd meg a lányomat, míg el nem telik 3 hosszú év! Hogyan? Túl makacs vagy, tanulj meg szót fogadni! Ne! Apám! Adél segítségért kiáltozott, de a varázslat miatt a külvilág nem látta és nem hallotta. A 3 év túl hosszú! Johann el fog felejteni! Hirtelen egy bájos kis sárkány bukkant fel a szeme előtt. Ahóka, bocs, elkéstem, a pikkelyen fényesítettem. Ugye milyen fényes? Te ki vagy? A nevem Schnell, az enyém az az üveggömb, és te ki vagy? Adél hercegnő vagyok. Apám bezárt ide, mert életem szerelméhez akartam menni. Ó, ne, komoly! Bizony, és nem akartam azt a férfit, akit ő választott. Csapdába estem. Várj, ki tud szabadítani? Bocsi, én vigyázok, hogy ne szökhess meg. Adhatok szép ruhákat. Sok finomságot és... De nekem nem kell. Johannal akarok találkozni. Várj, Adél. Mióta is vagyok itt? 15 éve, és jól érzem magam! Hát, na és? Látod, 3 év semmi, és egy pillanat alatt elszáll! Egyébként is itt vagyok veled! Ettől valóban jobb egy kicsit. Látod? Na mindegy. Erről van szó! Adél remélte, hogy gyorsan elrepül a 3 év, de tévedett. Állandóan a külvilágra gondolt, és Johannra, de bármennyire is próbálta, bármit is csinált Schnell, egész nap pityergett. Végül véget ért a 3 kemény év. Mi történik? Az átok most ér véget! Vigyázz! Nem! Megvagy! Köszönöm, de még nem tört meg az átok. Talán elhúzódik az átok hatása, kapaszkodj! A palotám! És ha apám rájön, hogy szabad vagyok, és... Nem! Kapaszkodj! Na, már nem vagy olyan bátor. Láttad ezt? Te egy valódi sárkány vagy. Nos, az átok engem is icipici sárkánnyá tett. Most megyek, ha már szabad vagyok meg minden. És te? Találkozni akarok Johannal. A szolgálatodra. Mász fel és kapaszkodj. Jó!
két barát magasan repült a föld felett, és Snell hamarosan kitette Adélt Johann királysága közelében. Sajnálom, hercegnő, de nem szeretném megijeszteni azokat, akik még nem láttak olyan szép sárkányt, mint én. Nagyon köszönöm, Snell. Mihez kezdenék nélküled? Nagyon kellemes volt veled a nevetéseddel, a könnyeiddel, a sírással, és mindegy is már. Viszlát! Ahogy eltűnt, egy vörös lángnyelv jelent meg az égen. Meg kell találnom Johannt. Adél bejárta az utcákat, és végül elért a palotába, ahol véletlenül találkozott a főkomornával. Jó napot! Mit szeretnél? Nem léphetek Johann elé ilyen ruhában. Talán, ha másképp jutnék a közelébe. Tudna adni nekem valami munkát? Adél úgy döntött, a palotában fog dolgozni, még esélye lesz találkozni a herceggel. Johannak Martina hercegnőt választották feleségül, aki egy átok hatására nappal boszorkány volt, éjszaka ember. Az átok megtörésének egyetlen módja egy nyaklánc volt, ami a herceg birodalmában pihent. Ha megszerzem a nyakláncot, újra ember leszek! Sosem mutatkozott senki előtt, és csak akkor beszélt Johannal is, amikor ember volt. Nos, azt hiszitek, hogy Johann megváltozott, míg szeretett Adélja távol volt. Ne aggódjatok, nem felejtette el a lányt. Johann útnak indult Adél királyságába, hát ha megláthatja. De Martina átka miatt nem láthatta, és nem hallhatta a hangját. Amikor Adél királyságába ért, az átok miatt egy romos országot talált, kiégett vidékkel. Nagyon elszomorodott, nehéz szívvel tért haza. Fiam, tudom, hogy szereted Adélt, de hamarosan meg kell nősülnöd. A királyságunk várja az új királyát. De... Nem, Johann. Keresek egy hozzád való lányt, akit el kell venned. Johann tudta, hogy nem vitatkozhat, és beleegyezett, hogy bárkit feleségül vesz az országa érdekében. Így történt, hogy Martina és Johann eljegyezte egymást. Adél, túl nagy kérés lenne, hogy valahogy visszagyere hozzám. Annyira hiányzol. Közben Adél a cselédektől megtudta, hogy Johann eljegyezte Martinát, és elszomorodott. Nem tudta a körülményeket, csak az esküvőre gondolt. Most már biztosan nem szeret. És én nem akadályozom meg. A boldogsága mindennél fontosabb. Aztán elérkezett az esküvő napja, és szerencsére Adél vihette fel a reggeli teát a menyasszonynak. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Közben Martina nagy bajban volt. Nem mehetek így ki. Sosem fog elvenni. És ha eltakarom az arcom, ez sem használ. Felségem, meghoztam a teáját. Martina kiabálni akart, mikor hirtelen támadt egy ötlete. Nem kell férjhez mennem, nekem csak a nyaklánc kell. A ceremónia után Johann biztosan nekem adja. Szabad! Adél belépett a szobába. Meglepetésére Martina háttal állt neki. Szívességet szeretnék kérni tőled, és nem mondhatsz nemet. Azt akarom, hogy te menj hozzá én helyettem, de végig takard el az arcod. Hogyan? De mégis hogyan? Én leszek majd a királynőd, úgyhogy engedelmeskedj, te csicska! Igenis, felségem! Adél az esküvői ruhában elindult, hogy összeházasodjanak. A szíve majd kiugrott a helyéről, mikor meglátta a fiút. Johann! Olyan más ma a hangod, mint az igaz szerelmemé.
Ne haragudj, de még szeretem. Ez az esküvő egy kompromisszum. Ezt korábban el kellett volna mondanom neked. Ha most kiderül, hogy nem akarsz hozzám jönni, nem haragszom. Még mindig szeret. De hogy mondjak bármit is, mikor ennyien néznek? Adélnak kiváló ötlete támadt. Ó, harangok! Hogy szólnátok értem a hamis menyasszonyért? Ó, virágok! Hogy nyílnátok nekem a hamis menyasszonynak? Mit is mondtál? Bármit is mondtam. Ígérd meg, hogy megismételhetem majd kettesben. Johann összezavarodott, de beleegyezett. Ezek után fogta, és felcsatolta a világ legszebb nyakláncát Adél nyakára. Összeházasodtak, és a lakoma egészen másnap reggelig tartott. Adél visszament a cselédszobába, visszavette a régi ruháját, és elbújt a hercegnő szobájában. Később, mikor a herceg megérkezett, Martinát hívta. Igen, igen, Johann. Megígértem, hogy rákérdezek arra a versre. Mi is volt az? Martina megijedt. Nem tudta, hogy miről beszél a herceg. Nos, én már nem is emlékszem rá. Talán annyira fontos volt. Johann meglepődött, ahogy hallgatta. Észrevette, hogy teljesen más a lány hangja. Olyan más a hangod, és hol... hol a nyaklánc, amit adtam? Mi? Odaadtad a nyakláncot? Már is? Biztos, hogy a lány lopta el. Sosem loptam el semmit. Johann és Martina is meglepődött. Adél! Mi? Hogy mersz így megjelenni itt? Elátkozlak! Őrség! Ebben a percben felkelt a nap, és Martina boszorkánnyá változott. Mi? Ó, egek! Mindkettőtökkel elbánok, és a nyaklánc az enyém lesz! De a nyaklánc Adél nyakában millió kőtől szikrázott, és visszaverte Martina gonosz varázslatát. Nem! Kérlek! Én csak azt a nyakláncot akartam, hogy megtörjem a szörnyű átkomat! Milyen átkot? Martina mindent elmesélt nekik az átokról, amivel együtt kellett élnie. És ez a nyaklánc megtöri az átkodat? Igen. Igen. Most akkor nekem adod? Igen. Mindent megteszek, hogy megtörd az átkot. Semmire nincs szükségem, csak hogy Johann szeressen engem. Martina felvette a nyakláncot, az átok megtört, és visszanyerte az emberi alakját. Ember vagyok? Ó, igen, annyira köszönöm! Adél, azt hittem örökre elhagytál. Merre jártál? Adél elmondta neki, hogyan élt 3 hosszú évig a fogságban, míg végre kiszabadult. De már nem számít, hisz végre együtt vagyunk, ráadásul a feleséged vagyok. De láttam, hogy valaki lerombolta a királyságodat. Ne haragudj, Johann, de mikor megláttalak, még Adélbe voltál szerelmes, és állandóan a királyságában lógtál. Megpróbáltam megtalálni, hogy elátkozzam, de sehol sem leltem. Hogy ne mászkálj állandóan a birodalmába. Elátkoztam a szemed, hogy úgy lásd, teljesen romba dőlt az egész országa. Ő pedig eltűnt. De mivel az én átkom megtört, a te szemed is megszabadítom a bűvölettől. Adél és Johann ettől kezdve boldogan éltek. Stefán király is belátta a hibáját, és megígérte, hogy nem makacskodik többet. Adélnak nem volt szüksége a nyakláncra. Övé volt Johann szerelme,
és aki látta, megesküdött rá, hogy ő a világ legkedvesebb teremtménye. Meg kell mondjam, hogy gyönyörű a hangod. Oh, köszönöm, Snell.